Újabb sikereket tudhat magáénak a Tamási Koppány Sport Egyesület tehetséges súlyemelője, aki nemrégiben a magyar utánpótlás válogatott tagjaként versenyzett. Spanyolországban voltam EON-ban, az Európai Unió kupán, és hát igazából elég sok felkészülést igényelt, mert érettségi után 2 edzettem naponta, és csak erre a versenyre készültem. Egyszer csak hívott Béla bá, hogy ez a helyzet, hogy nevezhetnek engem a kupára, és természetesen elfogadtam, hogy indul a saját kategóriámba a 13-an, és hát elég rangos volt, tehát így megrendezése is elég rangos volt, egy hatalmas csarnokban volt, mindenféleképpen országos csúcsot akartam emelni. Sajnos nem jött össze, de nem voltam szomorú, mert az utazás az eléggé hosszúra sikeredett. 16 órát utaztunk, és az alvás se volt olyan jó, és hát a kaják sem, az pedig azt jelentette, hogy fél csapat lebetegedett szombatra, szóval nem úgy jött össze, hogy terveztük, de nagyon jó lett így is. Hát szakításban 124-jel második lettem, lökésben 145-tel harmadik, és összetettben 269-el harmadik szintén. Az edzésekben pedig most sincs megállás, Dani már a következő versenyére készül. Messzi István emlékverseny Kecskeméten, ahol minimum természetesen az országos csúcs, szakításba, lökésbe és összetettbe is. Reggel általában 8 körül kelek, 9-kor, 9:30-kor lejövök edzeni. Itt vagyok 11:30-12-ig, utána hazamegyek ebédelni, pihenek, legfeljebb alszok egyet, ha annyira fáradt vagyok, és akkor 4-kor megint edzés, egészen 6:30-ig akár. Utána csak pihenés és vacsora. Az eredményesség, mint minden sportban, itt sem jön magától. Egy cél lebeg a sportolók szeme előtt, aminek eléréséhez próbálják a lehető legjobbat kihozni magukból. Szünetben is nagyon aktívak, hiszen folyamatos a felkészülés. Nincs szünet, igazából nyári szünet, de versenyek vannak, hazai nemzetközi versenyekre készülünk. Igazából az előrehozott érettségek miatt nagyon kevés idő jutott erre a felkészülésre. Kevesebbet készültünk, mint amit terveztünk, de összességében ez a verseny ez nagyon jól sikerült, ugyanis a junior korosztályt abszolút tekintetben is egy harmadik helyezést ért el, bronzérmet, amit nagyon terveztünk, és egy nagyszerű eredménynek tartjuk, és régi vágyunk nemzetközi versenyen dobogós helyezést elérni, ami most sikerült egy bronzéremmel, és egy nagyon sűrű, nagyon erős nemzetközi mezőnyben sikerült ezt hozni. Szakításban egyéni csúcsot teljesített a Dani, 121-ről 124-re növelte az egyéni csúcsát, javította az egyéni csúcsot, lökésben 145 kiló teljesített, de volt fogás a 151-es országos csúcsra is, ami most nem sikerült. De nyilván örülünk, hogy azért belekóstolt egy kicsit ebbe a gyakorlatba, és gondolom majd tervezhetjük a következő versenyen. Összetettben a 269 kiló, az pedig a 266-ról javított a 269-re. Ez a 9 kiló, ez 1 kilóra van a korosztályos országos csúcstól. Fenyő Dániel, a Tamási Koppány és a juniorja mögött sok munka van már, az elért eredményei pedig bizonyítják, hogy jó úton haladt a kitűzött cél felé. Dani egy nagyon céltudatos versenyző, és nyilván 18 éves korára egy nemzetközileg is tapasztalt rutinos versenyző. Nagyon érzi a sportot, és nagyon érzi a súlyemelést, tudja, hogy mire képes. És a példaértékű az, hogy alázattal és rengeteg munka van mögötte. Ez a bronzérem, ez a nemzetközi harmadik helyezés, ez egy 10 éves munka gyümölcse. Szurkolni pedig lesz lehetőség a közeljövőben, Tamásiban is. A következő állomás az a Tamásiban megrendezendő országos bajnokság, junior országos bajnokság, amit szeretnénk az aranyérmet, a bajnoki címet Tamásiba tartani. Ez is egy fontos állomás, és az utolsó állomása az Európa-bajnokságon való részvételnek is.
egy fontos mértföldkő, felmérő az országos bajnokság majd szeptember 10-11-én sportokházában rendezzük meg. Reméljük, hogy sokan fognak szurkolni a hazai kedvencnek.